Beakadt a vita a miniszterelnök jelöltnek. Ezt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mondta Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában, két nappal azután, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom plakátkampányt indított, ami azt csugalja, hogy Orbán Viktor fél kiállni. Márki-Zay Péter szerint a kormányfő fél szembeszállni azzal a megélhetési válsággal, amit ők okoztak. A politikai elemző közben kiemelte, sok múlik azon, hogy mennyire akarják a vitát a fideszes szavazók. Hazudik, ezért fél vitázni. Ez a szöveg és a miniszterelnök arcképe két napja lepte el az országot. A Mindenki Magyarországa mozgalom nem csak 1300 plakáttal, de autókkal is igyekszik mindenkihez eljutatni az üzenetet. A kampány a miniszterelnök jelölti vita létrejöttét célozza meg. Közben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált erre vasárnap a Kossuth Rádióban. Szerinte, idézem, a vita nagyon beakadt a baloldali miniszterelnök jelöltnek. Ha jól nézem, hogy ez a vita ez annyira fontos dolog nála, hogy most konkrétan vitában áll a nyugdíjasokkal, a vidékiekkel, a minimálbéresekkel, a fogyatékkal élőkkel, munkavállalókkal, újságírókkal, politikai elemzőkkel. Tehát én nem tudom, hány vitát szeretne még, de ez egyenlőre ránézésnek is elég lesz ebben a kampányban. A vitával kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük az Egységben Magyarországért Pártszövetséget. Sem a szervezet, sem Márki-Zay Péter nem kíván nyilatkozni. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje pénteki posztjában az elszabadult árakkal és az egyre növekvő szegénységgel magyarázta, hogy a kormányfő miért nem akar vitázni. Szerinte ugyanis, idézem, Orbán Viktor és emberei nem akarnak szembenézni a megélhetési válsággal, amit okoztak. Korábban azt is elárulta, milyen kérdései lennének a regnáló kormányfőhöz. A korrupciós ügyekre természetesen nagyon szívesen rákérdeznénk Orbánnál. Hogy erre lesz a lehetőség, az még nyitott kérdés. A kormányfő decemberben kitérő választ adott. Minden kampánykérdéssel csak a kampány megkezdése után foglalkozom. Közben a politikai elemző azt mondta híradónknak, a most indított plakátkampány hatásos lehet. Ha a vitából kifarol a miniszterelnök, akkor a gyáva jelzőt is rásüthetik. A fideszes szavazókon is sok múlhat. Már most is van egy kutatás, ami azt mutatja, hogy a fideszes tábornak egy része azért örülne, hogyha lenne vita. Hogyha még jön pár ilyen kutatás, még jobban azt fogjuk látni, hogy egyébként a két miniszterelnök jelölt súlycsoportban azon a szinten áll, akkor a fideszes tábor is meg fog fordulni, és akkor viszont kénytelen lesz Orbán Viktor is a tulajdonképpen megfelelni ennek az akaratnak. Utoljára 2006-ban volt miniszterelnök jelölti vita. Azóta Orbán Viktor egyik választás előtt sem vállalta a megmérettetést.